2017. december 8-án tették le az alapkövét az új szombathelyi jégcsarnoknak a városi jégpálya szomszédságában. 2,5 milliárdos költségvetéssel tervezték, de időközben megugrottak az árak. Több határidő módosítás után most már valóban az utolsó simításokat végzik a korszerű létesítményen. A festési alapmunkálatok vannak vissza, kis ragasztás, ilyen gumiszegélyek, néhány helyen a gumipadló. Ez nagyjából, én azt gondolom, hogy a hónap végéig lefut, akkor elkezdhetjük a próbaüzemet, ami egy nagyságrendileg 30 napos időintervallum, az alatt ki kell derüljön, hogy minden úgy működik-e, mint ahogyan azt eltervezték a tervezők, és hogyha ez megvan, akkor utána tudunk nyitni. Úgyhogy ez nagyságrendileg olyan március elejét vizionáljuk mi. A 6x30 méteres standard méretű pályán az új elektromos üzemű jégkarbantartó rolba már munkára kész, csak ez 40 millió forintba került, de szükség volt rá, hiszen a régi már elmúlt 35 éves. Hát ez maga a gépészet gyakorlatilag, ezek az úgynevezett folyadékhűtők, amik ugye előállítják azt a hideget, ami kimegy a pályatest alá. A létesítmény gépészetét már decemberben be akarták üzemelni. Mint kiderült, csak egy csavarot meglazulva, viszont egy ilyen csavar meghúzása az egy 4 napos procedúra, mert hétfőn kezdték el a munkát, és csütörtökön adták vissza a gépet, ugyanis erről le kell fejteni a folyadékot, utána visszatölteni, lecsapatni a párát, lenyomásról, és számtalan dolgot el kell végezni, mire ez újraindítható állapotába kerül. Ezzel viszont belecsúsztunk az építőipari leállás időszakába. A nagyértékű berendezés most már üzemkész, ha még hátralévő apró munkákkal, a festéssel, ragasztással végeznek a kivitelezők az épületben, indulhat a jégkészítés, ami több napos folyamat. A 30 napos próbaüzem után nyitja meg kapuit a létesítmény a versenyek és a közönség korcsolyázás előtt is. A szombathelyi Pingvinek jégkorongklubnak jelenleg 150 játékosa van, nekik nagy könnyebbség lesz, hogy helyben edzhetnek és versenyezhetnek is. Az intézmény elsősorban a jégkorong fellegvára lesz, de más jeges sportok is otthonra lelhetnek itt a későbbiekben.